Krisztus föltámadt, benne az Isten végtelen, örök, elpusztíthatatlan élete jelent meg ebben a világban. Ahogy János apostol írta, az élet megjelent. Kedves paptestvérek, kedves nővérek, kedves katekúmenek, papnövendékek, kedves testvéreim! Nem valami múltbeli eseményt ünneplünk, hanem az élő Krisztust, aki itt van közöttünk most is. Ahogyan ígérte, a világ nem lát majd engem, de ti láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok általam. A világot az örök, teremtő Isten alkotta. A mai tudomány, csillagászat, atomfizika egyre világosabban látja, hogy az anyagvilágnak van kezdete. Az anyagvilágunk a múltban nem örökké való. Nem csak úgy magától jött létre, a semmiből valami, az élettelenből az élet, az élők közül az ember. Kellett hozzá a teremtő ereje, aki ott lebegett a világ fölött, képessé tette az anyagot arra, hogy fejlődjön. Isten remek műve ez a gyönyörű, hatalmas világmindenség. Az ember mindig is sejtette az Isten jelenlétét. Megsejtette az élete legnagyobb, leggyönyörűbb pillanataiban. Például akkor, amikor gyermek születik a világra. A szülők átélik, hogy ezt a kicsi új embert nem mi alkottuk. Már azt sem tudtuk megtervezni, milyen lesz a haja, a szeme. Még kevésbé, hogy mit fog gondolni, mit fog érezni. Egy soha eddig nem létezett új ember született a világra, aki elindul majd a maga útján. A szülő átéli, hogy ami történt, az csodálatos. Az én erőmet messze fölülmúlja. A gyermekemet ajándékba kaptam. Vagy átéli az ember az Isten jelenlétét akkor is, amikor nagyon tud szeretni. Valami olyasmit érez, hogy nem csak annyira szeretek, amennyire megéri, amennyi a viszonzás. Az ember, ha igazán szeret, akkor végtelenül szeret. Boldogan mindenét odaadná. Ahol méricskélni kezdik a szeretetet, ott nagyon hamar elfogy. Az igazi szeretet mindig pazarol. Ilyenkor két ember azt érzi, hogy mintha ez nem is én lennék. Mintha egy nálam nagyobb jóság lenne bennem. Az a végtelen szeretet, amely alkotta a világot, a napot, a holdat, a csillagokat, a nyíló virágokat, a nevető gyermekarcokat. Ez a világ szeretetből lett. Én is arra születtem, hogy szeressek, az életemet odaadjam. Vagy átéli az ember az Isten jelenlétét a lelki ismerete hangjában. Van bennünk egy titokzatos hang, amely főként, ha rosszat tettünk, mindig furdal és bánt. Ezt a hangot teljesen elnémítani nem tudjuk. Nincs fölötte egészen hatalmunk, mert nem a mi részünk. Az ember a lelke mélyén érzi a Teremtő végtelen szépségét, jóságát, azt a gyönyörű rendet, amelyet beleteremtett a világba. Ennek a tükrében látjuk az életünket. Az ember mindig is sejtette, érezte az Isten jelenlétét. Azonban a magunk erejéből ő hozzá nem tudtunk eljutni, mert ő fölöttünk áll, egy másik létszinten van. A megsebzett ember soha nem tudott az Isten teljességéig, amelyre kiirthatatlanul vágyott eljutni. Húsvétkor azt ünnepeljük, hogy Isten élő Isten, aki közel jött ehhez a világhoz,
átölelte a világot és az embert, egy akart velünk lenni, megajándékozott minket az ő életével, egy új dimenzióval. Benne élhetünk, benne élhetjük a fájdalmainkat és az örömeinket, minden percünket. Isten kitágítja a szívünket, beenged a maga gyönyörű, tágas világába. Ahogy Pál apostol mondja, élek én, de már nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Húsvétkor egy új dimenzió nyílt meg. Isten magához ölelt minket, halálosan szeretett, annyira, hogy bele szakadt a szíve a Golgotán, megnyitotta nekünk az ő életét, hogy benne általa élhessünk. Szentföldön tanultam, és volt egy különleges atya, zsidó családból származott, Ábrahám atyának hívták. Mindenfajta módon óvták ezt a kicsi zsidó fiút attól, hogy a kereszténységről bármit is megtudjon. Édesapja még azt is tiltotta neki, hogy a keresztre ránézzen. A fiút azonban mindig nagyon érdekelte a messiás. Állandóan őről a kérdezett, nem sok választ kapott. Aztán a második világháború alatt egy fogolytáborban egy idős asszony a kerítésen át egy teljes Bibliát nyújtott át neki. Életében először elkezdte olvasni az evangéliumot. Lázasan olvasta napokon át. Azt mondta, valami olyasmit érzett, hogy ami eddig fekete-fehér volt, az hirtelen színessé lett, csodálatos lett, kiteljesedett. Azt mondta, azóta úszom az örömben. Egy új dimenziót ad nekünk az Isten. Élhetünk ő benne, az önzésünk fölé, a korlátaink fölé emel, hogy tudjunk szárnyalni és szeretni. Ezt a világot ő alkotta. Ha szabad így mondani, a világ hardverét az Isten teremtette. Az ő szoftvere, az ő gondolatai, Krisztus gondolatai, azok táltosítják meg az embert, emelnek minket önmagunk fölé, teljesítenek ki minket. Ahogy Pál apostol írja, élek én, de már nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Kedves katekumenek, az Isten sokfajta módon kopogtatott az életetek ajtaján, és hívott titeket. Felismertétek talán őt hiteles keresztény emberek példájában. Vagy megsejtettétek az egyház Krisztus tanításának a végtelen bölcsességét, mélységét, harmóniáját. Vagy elkezdtetek vágyni arra, hogy az Krisztus testét és vérét befogadhassátok, vele táplálkozhassatok, ahogy ő ígérte. Az én testem valóban étel, aki engem eszik, általam él. Vagy talán az életetek egy-egy mélypontján éltétek át, amit a Biblia így ír, apám és anyám el is hagyna, az Úr akkor is fölemel engem. Vagy talán megéreztétek a róla szóló tanúságtétel örömét. Sokféle módon kopogtatott az életetek ajtaján az Isten. A mai napon végérvényesen kinyitjátok az ajtót ő előtte. Behívjátok az ő szentségeinek erejét, mert Krisztus ma is él, gyógyít, bűnöket bocsát meg, és újjáteremt. A hitetek talán olyan, mint egy éppen most kisarjadó, gyönyörű virág. Óvjátok, öntözzétek,
Keresétek mindig a közösség támaszát, segítségét. Hirdessétek mindig örömmel azt, amivel most tele van a szívetek. Mindig gyakoroljátok a szeretet tetteit, mert a hit cselekedetek nélkül halott. Isten kitárta előttünk a szívét, befogad minket az ő végtelen örök életébe. Egy angol férfinek orosz felesége volt. Egy idő után fölvettek egy orosz szolgálólányt, Annát, azért is, hogy a feleségnek legyen kivel oroszul beszélnie. Azért is, mert férj és feleség között akkoriban a hangulat pattanásig feszült. Jót tett a családban ennek a fiatal lánynak a szelíd jelenléte. Húsvét reggelén történt, a férj és a feleség nagyon csúnyán összevesztek. A férfinek uralkodnia kellett magán, hogy meg ne üsse a feleségét. Így ültek le az ünnepi asztalhoz, a férfi ökölbe szorított kézzel. Akkor hirtelen nyílt az ajtó, Anna lépett be, kezében az ünnepi tállal. Azt mondta, Krisztus voskres. Az ellentét leírhatatlan volt. Ők ketten szemben egymással, tele keserűséggel, haraggal. Annából sugárzott az ünnep öröme. A feleség nem bírta tovább, elsírta magát. A férfi semmit sem értett. Megkérdezte, mit mondott Anna? Erre a felesége odalépett hozzá, ránézett egy olyan tekintettel, amit a férfi soha többet életében nem felejtett el. A felesége szemében újra ott volt az a régi szeretet, amellyel őt valaha szerette. Anna azt mondta, hogy Krisztus föltámadt. A férfi akkor hirtelen mindent megértett, hogy persze húsvét van. Oroszországban így szoktak köszönni az emberek. Mennyi régi emléket fölidézhetett a feleségében ez ősi köszöntés. Az asszony a férfi vállára tette a kezét, és azt mondta, bocsáss meg nekem, nagyon sajnálom. A férfi elbizonytalanodott, erre nem számított azok után, amit a felesége fejéhez vágott aznap reggel. Én bocsássak meg neked, nekem van szükségem a te bocsánatodra. Aznap reggel Krisztus valóban föltámadt. Két emberi szívben is. Egy házasság egy kicsit újjá született, mert tudtak túllépni a sérelmeiken, fájdalmaikon. Krisztus a maga életét adja nekünk, önmagunk fölé emel, hogy élhessünk az ő szeretetében, nagy lelkűségében. Meghalljunk az önzésünknek, és éljünk ő vele, ahogy Pál apostol mondja, élek én, de már nem én élek, hanem Krisztus, az ő ereje, békéje, irgalma, nagy lelkűsége él bennem. Amen.